Na sziasztok, sziasztok, kedves emberek, Fórum 12 vagyok, és íme az Outlast végigjátszásomnak az utolsó része, ez lesz most már a befejező rész. Ez a videó egyébként ma fog fölkerülni, tehát 19-én, fogom ezt fölrakni, mint olyan az ötödik részt is, mivel az előző rész, amit láthattatok, az arról volt szó, hogy kijutottunk az udvaron, megbirkóztunk megint Walkerrel, és utána elveszett a mi kis kameránk, és most megszereztük. A női kortáremben meg kellett szereznünk egy kulcsot is, úgyhogy és utána ugyebár igen elveszett a kameránk, de utána meg tudtuk keresni az előző részben, és most az adminisztrációs blokkban meg kell keresnünk Martin atyát. Úgyhogy most innen fogjuk folytatni, és hogy mivel tudjátok, hogy én magyarázkodással szoktam kezdeni a videómat, és csak azért szeretném elmondani, hogy mivel ez az utolsó rész, igazából 6 részre terveztem, de igazából igen, nem 6 részre terveztem, hanem 6 rész lett volna eredetileg, nem 5. És tulajdonképpen, mivel egyetlen egy baki miatt lett egy kicsike kis továbbítás, tehát ugye itt vagy a csatorna jelenetet, azt nem tudtam fölvenni nektek, illetve a börtönblokkot, és sajnos ez lett a vége. Hát igen, ahogy a menekültem, és úgy elkapott Trager, azt nem sikerült fölvenni, tehát egy mínusz rész az szerintem, de most viszont itt az utolsó rész, úgyhogy egy hosszabb rész lesz, mint az eddigiek. Mondjuk az utolsó előtti rész is hosszú volt egy picit. Na, de lássuk, miből élünk mi? Itt hagytuk abba, ugyebár. Óha, hát megint itt van. Chris fucking Walker. És egyből ki is játszottuk a szemetet. Ha-ha-ha-ha. Ó. Menjünk erre. Ott egy olvasnivaló rögtön a rész elején. Mint ahogyan mindig. Feladó Quigalondo. Na mindegy. Címzett. Páciens William Hope. Helya, Cindy. Újabb érdekes beszélgetést folytattam ezen a reggelen Billyvel. Ő azt mondja, hogy ismét beszél Dr. Wernickkel a terápiáján, a fehér helyen. Engem zavar az a tény a téveszméjével kapcsolatban, hogy egyre rosszabbul reagál a gyógyszeres kezelésre. Nem az, amit a szakirodalom benzodiazepinként említ. Minden esetre az ő hallott orvos barátja megtöltötte a fejét nagyon mennyiségű német folklórral. Úgy látszik, hogy az egyetlen dolog, amit elpusztíthatja a Warrider-t, azok a vámpírszerű pillangók, amelyek egy Horersi nevű démonból távoznak, amikor az hány. A pillangók kiszívják a levegőt az emberek szájából és félretisznak a melbimbókból. Ezek más formában is léteznek, például csontsoványi sertésekként, vagy betettek kutyánként. Szóval Billynek ez jött össze. Említetted, hogy Billy korábban mesélt az édesanyja tetoválásairól, ezek közül bármelyik is ábrázolt pillangókat? Legközelebb, ha átjutok a Murkoff tűzhalán, megyek, megnézem online, és megnézem, hogy van-e valós alapja a német folklórnak. Vagy Billy ezt a badalságot csak kitalálta. Szeretném összehasonlítani a jegyzeteket majd valamikor, ha nem bánja egy pohár bor fölött. Kezd magányos lenni az ember idefent a másodikon. Kört. Na szóval, Billyről is volt szó egy pillanatra. Tehát mondjuk az egész történet Billyre apalunk meg a War Riderre. Meg hogy miért szabadultak el itt a dolgok. A War Rider a Mount Massive elmegyógyóban. A kitört Chavez-et láthatjuk, itt törte be ugyebár az ajtót Walker, a texasi kopó. Bocsánat, újra itt vagyok. Na. Várjunk. Most belagoltunk. Jó, most visszajött. De ismerős nekem ez a hely.
Igen, itt kell, ott jöttünk be. Igen, most itt vagyunk a másik oldalon. Ugye, azt mondtam nektek az első... Na. Megjavult most már? Igen, ott van, hogy... Bronklom the Gaspel. Hogy az mit jelent magyarul? Itt a második library. Most miért indult be a zene amúgy? Deja vu érzés? Német nyelvről fordítva. Berlin, 1938. szeptember 6-a. Reichsleiter Lohner és Dr. Mende Rocz. Vajnai újságban való híreim Dr. Rudolf Wörni kapcsolatban és az ő folyamatban lévő munkájának tárgyáról, a morfogenetikai motorról kiegészítve, a már ismert elméletekkel, az ő rövid, de szerencsétlen kapcsolatáról, a Turinggel. Ha nem lennék saját magam a szemtanúja a történteknek, akkor magam sem hinném el. De túl akár a sejt regeneráció és a rák gyógyítás ígéretén. Azt hiszem, a Wernicke módszer megsértette a spirituális birodalmat. Valami átkelt a másik oldalról. Személyesen láttam egy szellemet megjelenni. Röviden ugyan, de kétségkívül így történt. Kérem, továbbítsa a levelemet és a meghívást Dietrich Eckart részére, hogy tanulja lehessen a további kísérleteknek. Nem kételkedem abban, hogy magának a Führernek a figyelmét is fel kell hívnunk a mi felfedezésünkre. Az én véleményem az, hogy Dr. Wörnick sikerei hatalmas lehetőségeket rejtenek a mi esetünkben és a német nép számára. Illetve nyilvánvalóan kellően indokolt, hogy őt semmilyen esetben sem bocsájthatják el a programtól. Üdvözletem a családnak, olvashatatlan aláírás. Érdekes. Nagyon-nagyon érdekes. Jól van. Na menjünk innen. Ó, tehát Martin atyát hívta. Akkor meg kell keresnünk a kulcsot a szabadidős terembe. De nem lehetne itt átmenni és ott át oda, mert itt tudjátok, hogy ott voltunk még a játék elején. Hát de nem lehet. Az mi? Recreation Hall. Jól van. Milyen megnyugtatónak mondhatnám ezt a zongorázást, aki zongorál. Legalább jól zenél. Annyit mondhatok, hogy legalább jól bán azzal a hangszerrel. Már 2 órája veszi a videót. Majd a játékbeli. Hogy lehet valakinek ilyen arca? Kár, hogy abba hagytad a zongorázást, haver. Miért hagytad abba? Valami olvasni való? Nincsen? Nincsen akkor. Na. Hú, de nem látok semmit. Ó! Oh. Subjects began to develop.
látszik, hogy erre nem kapunk választ. Wernick Extint interjúja. A férfi hangja úgy hangzik, mint ott a Dr. Stringlove verszegény testvére lenne. Ez egy 25 éves hangfelvétel, egy interjú Dr. Wernickkel Los Alamos azt jelenti kormányzati munka. Wernick a hangfelvételen említést tesz kellően zavart embernek spontán vérzéséről, daganatairól, pszichoszomatikus reakcióikról. Úgy tűnik, hogy pengejelen táncolt a tudomány és a náci miszticizmus között. Csak egy olyan tesztalany képes aktiválni a motort, aki elengedő borzalomnak volt a szemtanúja. A morfogenetikai motor. A motor. Egy film. Amit ők vetítenek. A fejemben van, mint valami dallam. Nem tudod megállítani a búgást. Pislogok egyet, és rosszak tesztek jelennek meg a szemeim előtt, mint rajzó rovarok és elfertőzött műtéti sebek. A páciensek arról beszélnek, hogy a motor az, ami megidézi a War Rider-t. Ezt a búgást hallom a csontjaimban. Aha. Értem. Oda föl kell jutni? Azok szerint? Ja, erre kell jönni. Jó van. Hát te, haver! Jó van, haver. Oké. Ott egy dokumentum. Mosson a kezet rendszeresen. 2013. szeptember 19-én 4 óra 19 délelőtt Grant necrotizáló fasciitis. Tényleg? Kurvára kilépek. Hát ennek semmi értelme nem volt, úgyhogy mindegy. Rohadj meg! Soha lett a kattintás. Na mindegy. He? Ott kifutott el ott. Na mindegy. Érdekes. Nagyon érdekes. Na. Menj már el arra, Anna. Köszi szépen. Látom, még most is tart a felvétel. Nem tudom, hogy miért. Úgy tűnik, hogy arra a kérdésre, amit az interjúadó, vagy a riporter feltett Wernicknek, nem válaszolt rá. Nem, mi sem kapunk erre, ezek szerint konkrét választ rá. Mi a helyzet történt? Most meg miért van nyitva ez? Nem baj, itt a kulcs. A harmadik emelet kulcsa. Na most meg keresd meg Martin atyát a harmadik emeleten. Rendben, főnök. Elemcsere. Először hajtsunk végre egy elemcserét. És utána jöhet a szórakozás. Bocsánatot kérek az óranget, de megfáztam egy pillanatra. Egy pillanatra taknyos lettem. Walker. Vagy ki az ott? Ki van ott? Hagyjatok békén! Hagyjatok most már engem rohadtul békén! És miért kell engem mindig basztatni? Ó, haver, engedj be! Nem engedj be. Itt a lift. Murkoff Corporation. Erre kell jönni. Egy konyha. Konyhában eddig kétszer volt. Most vagyunk másodjára egy konyhában amúgy. Jó, becsukjuk. Hát te, haver! Mit nézel?
Ja, várjál, ez az a csávó zongorázott, nem? Amúgy. De nézzük körbe, hogy hát ha találunk elemet, mert azért... Jó, oké, 8 elemem van, de... Azért körülnézek gyorsba. Itt az elem. Hát úgy tűnik, hogy annak a karnak már nem kell az adóvevő. Úgyhogy hagyjuk. Legalább egy kis nyugodt helyen vagyunk. Most esett egy részen. A statikus kisülések újra kezdődtek. Egy páciens térdelve imádkozott. Talán ő bevette Mártinatja baromságait. Talán ő is hallja azt, amit én hallok. Csak még tisztában. Lehet, hogy ez az ő kiútja erről a helyről. A pap ezt a homok evangéliumának nevezte. A homok evangélium. Az úgy jó. Becsukjuk. Nem kell. Valami nem... Miért hallok olyan, mint hogyha... Azért hát orgonát hallok, hogy... Csukjuk. Ide ki imádkozik? Majd mindjárt. Ide mindjárt jövünk. Itt voltunk, ugye? Mindenki imádkozik, úgy tűnik, hogy nem támadnak meg rá, meg nem támadnak meg minket, és tudtam, hogy valamiért érdemes bejönni ide. Egy méltatlan könyörgő vagyok, aki azért szolgálja az Urunkat, hogy csak táplálja. Kérlek, vigyél el engem, Warrider, legyél az én pásztorom, apostol, lásd itt, terjesd az ő hazugságait egy hatalmasabb igazságért. Elérkezett az idő erre a világra. Az én testem vágyik a gyönyörű lédércedre, a vérem megtöltve veled, és arra vár, hogy szabad legyen. Ez az én imám. Írd meg az evangéliumodat a testemben. Ezt Mártin atya írta. Ezt ő írta. Nézzük erre elfele. Mondjuk ide. Na, ide Zsák utca. És hogy ezt hagyjuk. Jó. Akkor arra megyünk, amerre... De várjál, itt még nem is néztem be. De már benéztem. Mindegyik ajtó ugyanúgy néz ki, meg mindegyik szoba. Ja, de ide akartam bejönni. Haver, nem zavar téged, hogy az ablak be van törve? Vagy ki van törve? Gyerünk. Jó. Szakad az eső. Rendesen szakad az eső. God hates sickness. God hates money. Ó, itt a kerekesszékes. Hát ti meg... Most hogy nem akartok engem megölni? Na mindegy, menjünk oda. Mártin atya! Készen állsz? Miért? Utolsó előtti tanú.
Mártin atya passiója. Nem hiszem el, hogy Mártin atya egy az egyben úgy hal meg, mint Jézus Krisztus a halál szaros útján. Én nem hiszem, hogy pont én hiányoznék neki egy kiút. Ha igazat mond, akkor már van egy kiút a minden, és egy történetem, amit el kell, hogy meséljek. Azt akarja, hogy terjesszem az evangéliumát. Hát én el fogom mondani az egész kibaszott világnak. Jól van. És itt a kulcs. Meghalt Mártin atya. Az egyetlen olyan szereplő, aki mindig végig segített nekünk. Azt a mindenit. Hogy az ikrek. Na. Szevasztok. Hát, én azért kár, hogy meghalt Mártin atya. Már nem azért, de az első játék eleje óta megkedveltem a embert. De mindig a jóisten veszi el a legjobb embereket. Na, de mindegy. Na, menjünk. He? A picsába! Na! Nem kellene? Nem kell lesz még ide a buliba, öregem? Ajaj. Fussunk, baszki, fussunk! Hát, miből akadtam meg? Fussunk! Itt az utolsó részben is. Ide kell lesz, Walker. De nem, mert én elhúzok innen. Ha-ha! Hi-hi! Na. Ó. Menjünk lejjebb. Keres másik kiutat. Fölment helyettem a lift. Hát ez meg... Hol vagyunk? Egy jégpáncéllal zárt hely. Ó, ismerős ez a hely. A hegy alatt. Basszus. Bárki is találja meg a holttestemet, ne bízzon meg senkiben, és mondja el mindenkinek. Nem vagyok őrült. Tudom, csak egy őrült ember mondja ezt. De én olyan normális vagyok, mint amennyire ez a világ megengedheti. A kamerán ott van a teljes bizonyíték. Nem nevezni meg evangéliumnak. Nevezzük egy az ok megcsúfolásának. A világnak meg kell tudnia, hogy ez az egész Murkoff hibája. Eltemetem ezeket az embereket a megcsokkintott holttestemmel. Jó tett. Bizonyára emlékeztek, hogy a játék elején, amikor Mártin atya megmutatta a felvételt, és ez az a hely volt, amikor a War Raider azokat a katonákat megölte. Nem is kicsit. Dr. Wernick személyes feljegyzéseiből: Frankenstein vagy modern Prometheus Mary Shelley által névtelenül megjelent 1818-ban 23. fejezet részlete. Ember, kiáltotta, mi tudatlan vagy a te kevés bölcsességedben. Fejezd be, azt se tudod, miről beszélsz. Kitörtem a düh és zavarodottság házából, és visszavonultam a meditálni, kezdtem más hatásmechanizmusokról. Hát nem is kicsit. Szerintem a War Rider-nek a területébe léptünk most ebbe pillanatba be.
Egyébként a valóságban is létezik egyébként ez a hely, mert ez a jégburok így. Csak nem vérrel, meg ilyenekkel. Na, fussunk egy picit. Morfogenetikai motor. A izéje szerintem nem tudom mi az, de mindegy. Gondolom nem ebéd közben vagy reggeli közben nézitek ezt a videót. Ott van még egy olvasnivaló. Nem tudom már hanyadikot gyűjtjük, de megvan. Warrider Project MM13009 halott boncolási jegyzőkönyve, forma megjegyzés. Minden itt található anyagot át kell írni és felülvizsgálat alá kell vonni, hogy jogilag illeszkedjen a Murkoff Corporation kötelező érvényben lévő nyilvántartásába. Lásd 4083. Szerző Jennifer Roland. Megjegyzések. A 11. Warrider páciens boncolása után sincs jele annak, hogy a terápia használt volna. Akár csak az összes tömbinél. Volt némi gyarapodás a migrációs sejtekben és a morfogenezisben, beleértve a hasonló hatású emberi növekedési hormonokat. De se nem utal a stabil érzés létrehozására, független rajta. Olyan fáradt vagyok. Kételkedem a megítélésemben. Be fogok nyújtani egy szabadságolási kérelmet. A pszichológiai költsége messze túlment, és egyre tovább provokálna a páciensek is, ez úgy érzem, több mint amit képes vagyok kezelni. Esetleg javasolni fogom, kevesebb reménnyel csüngjön egy szenilis náci túlzott elméletein, és inkább inkább egy egyszerű mechanizmus motort részesítsen előnyben, ami egy számotvető spermium fehérjén alapul. Minden bizonyos szükséges lesz szigorúbb vegyi anyag korlátozások bevezetése. A Murkoff Security megölt 921 páciens, miután annyi nyugtatót adott nekik, amely egy hoki csapatot is padlóra küldött volna. Attól tartok, a hormonterápia kölcsönhatásban áll a mi vegyi anyag korlátozásainkkal egy úgynevezett kontraproduktív módon. Érdekes. Nagyon-nagyon érdekes. Kicsit nyugtalan ez a csend szerintem. Nem megnyugtató, hanem nyugtalanít. Nyugtalanítja az embert valamiért. A kijárat. A friss levegő. Na, nézzünk erre be. Morfogenetikai motor. Ez a morfogenetikai motor számítása. Ez az, a morfogenetikai motor. Néhány sornyi matematika, egy algoritmus. Átprogramoz minket, rémálomgyárat csinál belőlünk. Néhány szám egy szárazon törölhető táblán. Hagy egy fényfűrészt és hagy egyedül. Dr. Wernick holttestével. Néhány óra. Úgy érzem, jövök neki egy adóssággal. Érdekes. És? Hát olyan hajnali 3:30 körül járhat az idő. Mert már elállt az eső, és már az azt jelenti, hogy már nem is esik. Nézzünk még erre. Be. Menjünk ki. Muszáj kimenni. Menjünk. Halott életbe! Halott életbe! Futás van, baszki! Futás, 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 futás! Na. Ne! Walker, csak téged ne! Azt a rohadt.
és csak a éjjellátóval látjuk a Warrider-t. Wow! Így fogsz te is meghalni, belülről darabokra szaggatva a szétkenődő csontvelőjét nézve egy betonfalon. Megmenekült egy pokoltól, Chris Walkertől, Isten segít rajtam, de valahogy mégis reménykedem, hogy nem találkozom azzal a másikkal. Bízunk benne, haver, bízunk benne. Burnick? Meg kell ölnöm Billit. Oké, keresd meg Billit a fő laborban. Jó. Tehát magyarul meg kell ölni ezt a Billy nevezetű kölyköt, aki a Warrider magyarul szerintem. Akkor menjünk. Na bazd meg, pont most bontam valamit rólad. Futás van, János. Ki a kúval tudok hátra nézni, de most nem nézek hátra. Háhá. Háhá. Ja, le van zárva minden azért, mert ez a Billy tönkretette. Ott lenne, hogy olvasni valók. Na nézzük. Megjegyzés, az összes MM00 tanácsadó személyzeti tagnak, Rudolf Wernick, ne imádják a falkát, és ne tegyék lehetővé a téveszmés páciensek számára, hogy bemásolják a hiedelmüket. Minden érzelem ezen a technológián alapszik, amely messze felül múlja azt, amire számítottunk. Az istenféles illúziója válik az észszerűvé. Mindig a káoszba kerestük, és Istennek szólítottuk. Most, hogy meg vagyunk áldva ezzel a megfelelő erővel, az ilyen meggyőződés képes lehet elpusztítani minket. Ne engedjenek a kísértésnek. Ne feledjék, hogy önök tudósok. Na gyerünk, menjünk ennek véget egyszer is mindenkorra. Szezám tárul. A létfenntartó rendszer. Az összeszerelő, az etetőkamrák, a prekurzor molekulák. Homályos emlékek egy nanotechnológiai cikknek, amit az interneten olvastam, valószínűleg részegen és valószínűleg figyelmetlenül. Korán sem elég ahhoz, hogy tudjam, hogy hogyan kell elpusztítani. Az viszont tudom, hogy Billy áll az egésznek a középpontjában. Meg kell találnom, majd megölni. Véget vetek ennek az egésznek egyszer is mindenkorra. Na, az előbb is ugyanezt mondtam én is, hogy egyszer is mindenkorra véget kell vetni ennek.
Zárd a létfen tartó folyadéktartás szelepét. Ő itt, Billy. Billy, beteg jelentése szerint 23 évesnek kellene lennie, azonban úgy néz ki, mint aki túl van legalább 50 rögös utat bejárt éven, a fájdalom mélyen belekarcolódott, ahogyan látom. Megölni téged egy kedves cselekedet lenne. Dokumentum, ne egy olvasni való. Murkov pszichiátriai rendszerek morfogenetikai kamara karbantartási program. A páciensek sérülésének elkerülése érdekében morfogenetikai motor kapszulájának ellenőrzése napi szinten szükséges, beleértve a létfenntartó rendszereket. Első, létfenntartó rendszer. A dúsított oxigén tartalmú perfluor karbont a létfenntartó folyadék tartályból folyamatosan át kell mossatni, és cserélni kell a páciensnek kezelése során. Azt ne feledjék, hogy az OP is szállít érzéstelenítőket bármilyen megszakítás az ellátás során. Elegendő fájdalmat okoz a páciensnek, amely a kísérlet sikertelenségi vezet. Második létfenntartó rendszer. Egy elektromos tápegység is kiegészíti és biztosítja a köztes laborgenerátorral. A köztes laborgenerátorának megfelelő üzemanyag ellátását és karbantartását óránként szükséges ellenőrizni. Harmadik létfenntartó rendszer. Abban az esetben, ha a katasztrofális veszteség következne be az egyes és a kettes létfenntartó rendszerben, a létfenntartó kapszula meghibásodást mentesen fog üzemelni, amíg a karbantartás folyik. Minimális létfenntartó funkciókkal, ameddig a technikusok megérkeznek, a meghibásodás mentesítő kikapcsolása a páncélis közvetlen halálához vezet. Aha. Na várjatok, nézzünk el erre. Itt van elem. Az kell ide. Az az ember meg végig fogja nézni a műsort. Popcorn ne hozzak, haver! Na. Most, hogy ezen túl vagyunk, szerintem menjünk is. Most végig egyszer is mindenkorra állítsuk le ezt a Billyt. Ez Billy Hope tüdeje, a mája, a létfenntartója. Egy akkora gép, mint a futballstadion tart életben egy őrültet. Baszodjon meg az egész, tört szét az egészet, neki meg kell halnia. Hát neki meg. Neki meg kell halnia. Jól emlékszem, akkor itt is kell lennie olvasni valónak. Van bizony. Dr. Wernick személyes feljegyzéseiből. Frankenstein vagy Modern Prometheus, ezt már tudjuk, negyedik fejezet. Tanulj tőlem, ha nem is az én elveimmel, legalább egy példát hallgass meg tőlem. Mennyire veszélyes a tudás elsajátítása, és mennyivel boldogabb egy szegény ember az embernél, aki arra törekszik, hogy még nagyobb legyen, annál is a természet segítségével. Érdekes. Vágd el az áramot a köztes laborgenerátorától. Jaj. Nem ide akarok még egyszer bejönni. Köszönöm. Ott volt Billy. Ja, az csak a vér. Jó van. Futás. Oda föl. Lépcsők. Nyugi. Oké. Okay. 1, 2, 3. Jól van. Ajjaj, futás!
Mellékeljük William Hope páncélyes kezelési engedély formanyomtatványát a Murkoff karitatív pszichiátriai programban, Mount Massive kórházban, Coloradoban. A formanyomtatvány hagyományos és valamennyi érintett sort aláírásra került. Úgy tűnik, hogy Billy nincs tisztában édesanyja nemrégiben történt szív megállásával. Annak tudatában vesz részt a kísérletben, hogy édesanyja pénzügyi támogatásban egyháza pedig jótékony hozzájárulásban részesül. Vernick, miután elolvasta a fiú álmairól készült feljegyzéseket, úgy hitte, hogy hatalmas terápiás lehetőségek rejlenek benne. És akkor vágjuk el az áramot. Hatástalan is Billy-t az életben tartó rendszerrel, ugye? Az volt az a feladat. Zsilipkapu. Jó, ugrás. Fájhatott, de nagyon. És akkor jöjjük meg Billy-t. Meghalt Billy. És alig tudunk már járni, baszki. Tűnj el. Billy halott. A War Rider, a raj, bármi is legyen az, magával vitte. Akár megszökök innen, vagy ez a hely lesz a sírom, én már szabad vagyok. Hát igen. Lehet, hogy mégsem tűnt el az a szellem, mert még hallok valamit. Gyerünk, Miles. De lehet, hogy még nem. Lehet, hogy nem is tűnt el az a szellem. Ezzel a szegény emberrel mi történt? Tehát úgy értve, hogy levágták az ujját, pluszban még ledobta egy szellem 2 méterről. Hát, hogy húzza a lábát, baszki. Nem bírja már Miles. A rohadék átvert.
Ennyi. Véget ért a végigjátszás, kérem szépen. 5 rész. A sorozat 5 részt megért, és 5 rész után be is fejeződik. Kérem szépen, véleményem szerint nagyon jó végigjátszás volt, és nagyon is élveztem is. Remélem nektek is tetszett ez a végigjátszás. Hát itt volt a kezünkben a kijutás, de sajnos átvert minket a doktor, és tulajdonképpen lelőttek minket a katonák. Ezért sajnálom Miles-t, mert tulajdonképpen ő fölvette a teljes bizonyítékot, a jegyzetek, meg a dokumentumokat, amiket gyűjtöttünk, az mind oda lett. Szegény emberrel mondom még egyszer, nem minden történt vele sajnos, és egyszerűen nem tudok mit mondani erre. De azért mondom még egyszer, remélem tetszett nektek ez az 5 részes, hát igazából 6 részes végigjátszás, és azért várjátok, remélem a következő horror játékot, ami maradunk egy picit az Outlast-nál, hiszen az Outlast Whistle Blower-t fogjuk majd kivinni legközelebb, addig le kell tölteni, addig is legközelebb majd Life is Strange lesz, Life is Strange végigjátszás, és majd találkozunk majd a legközelebbi videóban. Én remélem, mondom még egyszer, remélem tetszett, és remélem, hogy mindenki, aki követte ezt a végigjátszást, annak nagyon jó élménye volt újra látni egyébként ezt a horror játékot, akik régóta követik engem, illetve az új nézők, akik feliratkoztak, ezt a játékot is érdemes volt végigvinni. Letöltési linket nem tudok adni. Nem Encore-ról szedtem le, meg nem se onnan, csak találtam egy oldalt, ezt már nem tudom, hogy hol szedtem le, de hogyha megvan az a letöltési link, ahol leszedtem a játékot, akkor mindenképpen be fogom tenni a leírásba. Mit kell, hogy még mondjam? Azt, hogy remélem tetszett. Én Forum 12 voltam, és tulajdonképpen nem gondoltam volna. Tehát szeptember 16-án, azt hiszem, vagy szeptember 15-én kezdtem el ezt a végigjátszást, és most szeptember 19-e van. Hát gyorsan végigvittük az Outlast-ot. Hát pedig nem is volt annyira hosszú játék szerintem. Egy picit hosszú volt. Azt még hozzáteszem. De azért rossz befejezése van. Igen. Elbeszéltem az időt, amikor a stáblista véget ért. Hát igen. A Red Barrels első játékát forradalmian új jó játék volt, tehát mindenki dicséri. Ja. És innen köszönöm szépen még egyszer a figyelmeteket, az egész végigjátszást, aki végignézte. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket. Ez volt az Outlast végigjátszás, és majd találkozunk a DLC-vel, a Whistle Blower-rel. Úgyhogy addig bírjátok ki. Hogyha tetszett az egész sorozat, illetve maga a végigjátszás, ha csak azt nézted, hogy milyen, hogy szartam be, az természetesen akkor is köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt, tehát még egyszer mondom, az Outlast. Következő videóban találkozunk a Whistle Blower-ben, addig is, sziasztok!